schlafen. Ein Flüstern nur, du hörst es kaum. A vértes mélyén, sűrű erdővel körülvéve, fekszik egy kis temető, melynek minden sírkövén ugyanaz a dátum szerepel. 1945. március 16. Tisztelt emlékezők! Ma ismét együtt emlékezünk meg ezen az esős délelőttön itt a Kápolnapusztai temetőben az egykor még élő településen megtörtént tragédiáról. Mint ha itt az itt elhunytak ezzel az időjárással üzennének nekünk minden évben, hogy érezzük, igen, itt valami nagyon kegyetlen, szörnyű dolog történt. 1945. március 16-án a II. Ukrán Front felderítő egységének katonái máig sem teljesen tisztázott körülmények között lemészárolták a település 15 éven felüli férfi lakosságát, halálra ítélve ezzel a teljes közösséget. Sok az ellentmondás, hogy pontosan hogyan vették el ennyi civil ártatlan embernek az életét. A lakosok kivégzése egyértelműen súlyos háborús büntet. Az itt elkövetőket sosem vonták felelősségre. Nekünk megmaradt az emlékezés. Az emlékezés, amely nagyon fájdalmas. Itt egykoron házakkal teli völgy fogadta az erre járókat. Nevettek, szomorkodtak, dolgoztak, küzdöttek. Misére jártak az itt élő emberek. Évtizedekig feledésbe merültek az itt történt események. 1979-ben Rockenbauer Pál és stábja ellátogatott Kápolnapusztára, és a másfél millió lépés Magyarországon sorozat keretében interjút készített annak utolsó lakosával, Farkas Lászlóval. 1993-ban emléktábla került a temetőbe. Tisztelt emlékezők! Immár 7. éve törtük meg örökre a hallgatást. 2013-ban történt, hogy megkeresett engem Prevec Antal erdészeti igazgató, hogy a Vértesi Erdő ZRT szervezésében szeretnének megemlékezést tartani a Kápolna pusztán történt borzalmakról. Biztos vagyok benne, hogy az isteni gondviselés következménye, hiszen mi is akkortájt beszéltünk arról, hogy nem hunyhatunk szemet a történtek fölött, és minden évben tiszteletünket kell, hogy tegyük itt a temetőben. Már 2009-ben megfogadtam a képviselőtársaimmal együtt, hogy minden elfelejtett hagyományt, megemlékezést visszahozunk településünk életébe. Talán sikerült. Szeretném megköszönni még egyszer Prevec Antalnak, hogy évről évre itt lehetünk, és a Vértesi Erdő ZRT és Gánd község önkormányzatának minden kollégájának a segítségét évről évre. Sok minden történt az elmúlt években Kápolnapusztával kapcsolatban. 2015-ben László Gábornak és Hernádi Zsoltnak köszönhetően elkészült egy dokumentumfilm Kápolnapusztáról, amelyben egykori kápolnapusztai lakosok szólaltak meg. A Gánd-Feretán Német Nemzetiségi Egyesület tagjai felváltva a Vértesi Erdő ZRT és Gánd község önkormányzatának kollégáival felváltva gondozzák a temetőt. Sok-sok új embert megismertem az elmúlt évek megemlékezései alkalmával. Köztük van olyan is, aki kutatja Kápolnapuszta múltját. Az egykor innen leszármazott emberek könnyeit sohasem felejtem el. 2017-ben az utolsó megmaradt ház romjait a telekkel együtt Gánd község önkormányzata határozatlan időre vagyonkezelésbe kapta. Célunk továbbra is, hogy egy méltó emlékhelyet alakítassunk ki még ebben az évben. Ezért itt most hívok meg minden tenni vágyót 2019. április 27-én reggel 8 órára ide Kápolnapusztára. Első körben szeretnénk rendet tenni, és természetesen ötleteket is várunk. Tisztelt emlékezők! A kápolnapusztai egykori túlélők mind beköltöztek Gántra, vagy a környező településekre, Kápolnapuszta végleg elnéptelenedett. Lehet, hogy sokan nem tudják, de a svábok jelképe a rozmaring. Ahogyan egy kedves barátom mondta, múlt héten a Tíjanyi falu bemutatkozásunkon, többek között azért is, mert a svábok könnyen vernek gyökeret bárhol. Talán nem is könnyen, de soha nem panaszkodtak, mindig csak küzdöttek. Köszönjünk meg ma mindent elődeinknek, és vegyünk tőlük példát. Tegyünk együtt közösen a közösségünkért, a hazáért, a nemzetért és Gántért. Tanítsuk meg gyermekeinknek, unokáinknak, mint ahogyan az egykori kápolnapusztai magyarországi németek is tették, hogy legyenek büszkék hazájukra, Magyarországra,
és tartsák meg hagyományaikat. Hogy mi a kötelességünk továbbra is? Minden évben újra és újra emlékezni itt a kápolna pusztai temetőben. Ha nem is polgármesterként, részemről minden évben azon leszek, hogy itt lehessünk együtt. Végül engedjék meg, hogy ismét az Ez volt a sorsom című dokumentumfilmből idézzek. Köszönet ezért Vol Józsefné Oberling Paulának, Francsics Józsefné Maurer Annának, Grosser Mihálynak, Fett Ferencnek és Brandl Ferencné Zimmermann Teréznek, akik közül sajnos már nem mindenki van közöttünk. Íme az idézetek. Megtartottak minden ünnepet, csak jó volt az élet. Összetartott a nép. Életem legszebb gyerekkori élményei kápolna pusztához fűződnek. Iskolába kellett menni Gántra, fapapucsba. Otthon egymás közt csak svábul beszélgettünk. Nem tudtak merre menekülni. Ez volt a mi házunk. Sosem felejtem el, hogy ott feküdtek, s nem lehetett hozzájuk nyúlni, s nem engedték meg, hogy ott eltemessük őket. Gyerekek voltunk, feltartott kézzel jöttünk ki. 56 éve én innen elkerültem. Én, amit itten átéltünk, nem kívánkozok vissza. A három testvéremet kitelepítették, én meg már ide feljöttem gesztesre, mert a férjem idevalósi volt, és akkor úgy maradtunk mi ott. Az volt az otthonom, ide csak jöttem. Nem lehet csinálni semmit. Ez volt a sorsom. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az idén még sokkal többen voltunk, mint a tavalyi évben, az eső ellenére. Nagyon sokan voltunk, és ami számomra nagyon-nagyon megható, hogy innen elszármazott lakók is eljöttek az idén, illetve már a leszármazottak, és szerintem ez egy nagyon szép dolog, és ha az ő szemükben belenézek, ott abban benne van minden. Ők nagyon hálásak azért, hogy végre 2013 óta minden évben, minden egyes alkalommal megemlékezünk itt a temetőben az elhunytakról. Én azt látom, hogy az erdészek és a civilek, vagyis önök és a Vértesi Erdő ZRT között kitűnő, szinte példaértékű a kapcsolat. Ezt én is így gondolom, és csak ismételni tudom magamat, a beszédemben is mondtam, hogy nagyon-nagyon hálás vagyok Prevec Antalnak, hogy egykor engem megkeresett, és közösen szervezük azóta is ezt a rendezvényt, és igen, mindig társulnak hozzánk civilek, és rengeteg segítséget kapunk. Például pont most az előbb az egyik egyesület bejelentkezett már április 27-ére, hogy szeretnének segíteni nekünk majd az utolsó ház rendbetételének. Igazából már nem ház, sajnos csak a romok találhatóak ott meg. Vagyonkezelésbe kaptuk meg ezt a telket, ahol még az utolsó megmaradt háznak a romjai fellehetőek, illetve egy pince van még rajta. Határozatlan időre kaptuk meg, aminek nagyon örülünk, és szeretnénk egy méltó emlékhelyet állítani majd ott. Ötletek is vannak már, felajánlás is van már, hogy a tervezés díjmentesen elkészítik számunkra, úgyhogy én nagyon-nagyon remélem, hogy még az idén el fog készülni ez a kis emlékhely. Szeretnénk a ház megmaradt kis alapanyagát, nem tudom most ezt szebben mondani, felhasználni, beépíteni esetleg ebbe az emlékhelybe, ami még megmaradt, meg ha lehet. Önök az erdészekkel együtt ennek a rendezvénynek a keretében elvégeznek, ez egészen fantasztikus, de miben látja az üzenetét? Hát, ha csak a töredéke is átmegy a fiataloknak, én már nagyon-nagyon örülni fogok ennek. Ugye látható, hogy ezt a rendezvényt végigkísérik a hagyományaink, a népviseletünk, megjelenik a régi sváb dalaink. Meg kell, hogy tartsuk a hagyományainkat, büszkéknek kell arra lennünk, hogy svábok vagyunk, de magyarok, ezt mindig elmondom, és emellett keresztények. És szerintem közösen, hittel, közös munkával, kitartással szerintem a hagyományaink fenn fognak maradni, és nagyon remélem, hogy 50 év múlva is lesznek itt emlékezők majd.